Soha senkit nem szerettem úgy, mint azt az embert. A jövőben fogok, biztos vagyok benne. De soha nem vehetem ki fejemből a csodásan vörösen izzó haját, ahogy maga körül szinte formálta a világot. Ahogy vállára omlott és betakarta azt, tengerkék szeme. De jó Isten, mit meg nem adtam volna annak idején, ha azok a kék szemek az én kék szemeimben néznek, miközben egymásra mosolygunk. Az egyetlen igaz szerelem volt számomra, a viszontatlan fajtából. Ha rágondolok, még néha mindig megremegek. Ez még abban az időben volt, amikor a csúnya fal állt. Nem is tudom igazából miért, hogyan, de megtörtént. Sajnos számomra a szerelem nem túl kedvesen mutatkozott be. Nem nyújtott kezet, nem köszönt, hanem elém tárta valóját. Hihetetlenül nagy és kusza labirintus volt, tele csapdákkal. Végül természetesen nem mertem neki indulni. De hónapokig álltam a bejárat előtt. Ő pedig elindult. Gyáva voltam, ő bátor. Nőre azóta nem tudtam ugyanazzal szemmel nézni. Megnövekedtek az elvárások. Méghozzá radikálisan. Olyan szintű nőiességről, elkötelezettségről, erőről tett tanúbizonyságot, amitől megrémültem. Nem lehetett valaki, aki ennyire magasztos, az enyém. Úgy éreztem, hogy nem érdemlem meg, és hogy soha nem is fogom. De akkor nem tudtam, hogy egész életemben minden nőt hozzá fogok viszonyítani. Nem külsőleg, belsőleg. Olyan nő volt, aki az utolsó szálig küzdött mindenért, amit akart. De van, hogy ez nem elég. Van, hogy a másik fél nem ér fel ehhez a szinthez. Van, hogy a másik félnek van egy fala, ami szinte áthatolhatatlan. Neki sikerült. De a fal hiába van telerepedésekkel, hiába szűrődik be a szeretet, attól még áll. És ez hibákat hordoz magával. Rengeteg hibát. Hetek óta ismertem, ha csak futólag is. Nap mint nap láttam, ha csak futólag is. Nem is igazán foglalkoztott eleinte ez a helyzet, viszont egy hideg téli estén belém nyilalt a felismerés, miszerint érzelmeket táplálok iránta. Nagyon nehezen tudtam azon az estén aludni. Alig vártam, hogy másnap megláthassam őt. Amikor megláttam a következő reggelen, minden más volt. Minden nap ugyanaz történt, ahogy azon a napon is, de mégis minden ragyogott. Pedig köd volt, és mindent ellepett a fagy. És ekkor ő is felismerte, hogy valami megváltozott. Nem is tudom, olyan volt, mint a filmekben, amikor belassul az idő körülötted. Aztán hirtelen minden ment tovább, én pedig ott álltam, mint egy hülye, és féltem a jövőtől. Korábban nem sokat beszéltünk, csak annyit, amennyire szükség volt. A pontos körülmények leírásától eltekintenék, ha nem baj. Csak annyit tudok, hogy az első perctől szimpatizáltunk egymással. Néha szinte kerestük egymás társaságát, legalábbis tudat alatt. Mint mikor két ember a terem két legtávolabb eső pontjában áll, és ügyet sem vet a másik jelenlétére. Kiasztáltuk, hogy amíg a másik egy másodpercre félre pillant, és tettünk egy lépést. Nem túl feltűnően, egyre közelebb csúszottunk egymáshoz. Aztán valahogy mindig rövid beszélgetésekbe torkoltak ezek a kis mozzanatok. Az első komoly beszélgetésre a felismerés után került sor. Nyomasztva éreztem magam, nálam egy évvel idősebb volt, szóval még valahogy ez is terhelt. Nem tudom miért, lehet féltem, hogy tapasztaltabb az életterén. Legalábbis ekkor azt gondoltam. De ma visszatekintve ez egy cseppet sem foglalkoztatott. Teltek a hetek. Valahogy ő is megszeretett, és mikor ez megtörtént, hirtelen boldog lettem egy kicsit. De a beteljesülés előtt kihátráltam. Vannak döntések az életben, aminek mások nem látják az értelmét. Sőt, olykor te magad sem, de lényegében a legvégén, az elszámolásnál jó döntésnek bizonyulhat. Ha visszatekintek, magamat látom, ahogy félredobtam a boldogságot. De mégsem döntök másképp ma sem. Az okokat nem kell keresni. Az ok nem mindig vezet célra. Csak eszköze az értelemnek. Ez volt röviden a szerelem megjelenése szerény kis életemben. Szánalmas? Lehet.
Ezek után volt egy időszak, amikor akartam szeretni, de újra soha nem ment. Egy idő után letettem róla. Nagyon kevés ember ütheti meg a mércét, legalábbis ezek után. Lehet, hogy tévedtem, de a döntés mindig a miénk. Tévedünk, mert nem vagyunk tévedhetetlenek. Mindig is tévedtünk, és mindig is fogunk tévedni. Mindig is esett az eső, és mindig is fog esni. Úgy gondolom, ritkán esik egybe az, amit magunkról gondolunk, és az, amik valóban vagyunk. Sőt, talán ez sohasem így van. Másképp belülről látni a külvilágot, és más kívülről látni a belső tereket. A múltban én ezt a szemét láttam, aki ma vagyok. De mitől függ, hogy én most az vagyok-e, akit láttam? Annak akarom látni magam, vagy ténylegesen az lennék? Talán a múltbéli gondolatok miatt látom magam ennek. Talán csak a saját kivetített tévhitem az egész. És mivel a hozzám közel álló emberek száma egészen közel áll a nullához, így ők sem igazán tudnak felvilágosítani arról, hogy ők mit látnak, hogy szerintük én mi vagyok. Gyerekként szép terveim voltak. Paleontológus akartam lenni minden áron, aztán rájöttem, hogy mennyi mindent meg kell tenni egy ilyen álomért. Hamar kukába is végezte ez a terv, és reálisabb lett a gondolkodásom. Nem akartam semmi lenni, és végül nem is lettem semmi. Nem minden esetben van értelme a célkitűzéseknek, mert a limitek közelebb vannak, mint gondolnánk. És ha elbukunk, az jobban tud fájni, mint a siker nemes ízének öröme. Ráadásul gondoljunk bele. Megkapod álmaid melóját. Egész életedben arra vágytál. Aztán mi lesz? Megkaptad. Pár hétig, hónapig el vagy szállva boldogságtól, majd rájössz, hogy kész, ennyi, elérted. Jöhet az újabb. És az most miért jó? Az álmok pont azért álmok, mert nem szabad, hogy valóra váljanak. Egy fő célkitűzés legyen az életed során, amit soha ne éri el, így az motivál. De ha egy álom valóra válik, akkor az álom volt-e, vagy sem? Az álmok pont arról szólnak, hogy szinte lehetetlen őket elérni. Álom, valóság. Két véglet. Ha az álmod eléred, akkor kilépsz a valóságból. Ha az álmod eléred, akkor az nem álom volt. Ebből kifolyólag az álmot elérni nem lehet. Remélem érthető volt, amit mondani akartam ezzel. Szóval nekem nincs ilyenem. Pár dolog van, amit szeretnék elérni, de nem magashatett lécek átugrálásával elérhető dolgok ezek. Elég hozzájuk egy lépés. Kis lépés egy embernek, az emberiség megtelébe szarja. A múltnak élni buta dolog. A jelennek élni, vagyis a carpe diem, szintén nem teljesen épeszű dolog. Mert a jelen mindig a jövő kezdőpontja. És csak a kezdőpontra fókuszálsz, akkor később veszed észre, ha jön szembe valami. Viszont ha csak a jövő érdekel, akkor pedig nem élsz. Mert végig a jövőbeli létezés előtt próbálod egyengetni a talajt. A legjobb módszer, ha ezt mind egybe gyúrod. És megalkotod a saját kis mixered az életből. Ezzel csak az a baj, hogy még így sem lesz tökéletes a dolog. Közel sem lesz az. A legtöbb ember válasza az, hogy boldogság. Mármint ha feltesszük nekik a kérdést, hogy mit szeretnének elérni az életben. Az én válaszom igazából az lenne erre, hogy... megvalósulás. A felnőttek legnagyobb problémája a múlt. Legtöbbször nem tudnak szabadulni a múlt emlékeitől, vagy ha igen, akkor nagyon nehezen. Anyámat tudnám felhozni jó példának, aki már nagyon régóta küzdött a múlt démonaival.
ám pár hónappal ezelőtt nagyjából sikerült magam mögött hagyni ezt a kritikus korszakot. Igazából még a születésem előtt kezdődhetett ez az egész. Boldog párkapcsolatban élt egy férfival, akit én soha nem ismertem, de kapcsolatuk tönkrement. Egy 6 éves kapcsolatról beszélünk, ami majdnem házasságba torkolt. És ha belegondolok, ez a szakítás adta meg a lehetőséget, hogy én évekkel később megfoganhassak és boldogíthassam mások életét. Apámmal a kapcsolata igazából nem tudom, hol romlott meg. Akkoriban még nagyon fiatal voltam, és manapság nem nagyon szeretem a múlttal kapcsolatos problémákat feszengetni. Az az időszak elmúlt. Jobb az ilyet hátrahagyni. Különben az én démonaim is kísérteni fognak hosszú éveken át. Anyám és apám egy bolt parkolójában találkoztak. Anyám még a nagyszülőkkel élt, nagyjából 24 éves lehetett. Hazafelé tartott a boltból, miután bevásárolt. A parkolóban apám és pár barátja rúgták a bőrt, készültek a hétvégi meccsre. Egy félre sikerült passz után keveredett a labda az arra sétáló lány elé, aki készségesen odagolította a fiatal férfinak. Egyrásra mosolyogtak. Apám ekkor a város egyik nagy focistájának számított. Többszörös megyei első helyezést értek el, több terenfoci kupán ért el kisebb-nagyobb sikereket. Kapott is egy ajánlatot annak idején egy budapesti nagy klubtól, hogy ott játszhasson, mint hivatalos focista. Ez az állásába és az ismerősei elvesztésébe került volna. Talán ebben még bele is ment volna, de ekkor már pár szót váltott anyámmal, és beleszeretett. Így hát maradt a város sikeresnek mondható focistája. Aféle sztár volt a helyek között, rengetegszer betért a kocsmába, és vállon veregették, jól esett neki az elismerés. És hiába volt a kocsma a másik otthona, soha egy kortyot sem ivott. Születésem után életében talán a legboldogabb volt. Olyan ember, akire ha ránézel, látod a szemében a boldogságot. Olyan boldogságot, amit ember el nem vehet tőle. Dolgozott sokat, emellett a labdarúgásnak is hódolhatott a megyei első osztályban. És volt egy szerető családja, egy 4 éves kisfia, és egy fiatalos, fit felesége, akik otthon várták a nehéz napok után, akik a pálya szélén szurkoltak minden hazai meccsen. Aztán jött a mindent megszakító sérülés. Komoly sérülés szenvedett, olyannyira komolyat, hogy soha többé nem léphetett pályára a rendes mérkőzésen. Maga alá zuhant, és visszautasította az edzői széket is, ami elég nagy havi összeget jelentett volna a családnak. És mivel az anyagi helyzet nem volt a legfényesebb, tény, hogy rossz sem volt, de anyám emiatt megorrolt rá. Kettejük kapcsolata ezen a ponton kezdett félre siklani. A kocsmába járás célja is megváltozott apámnál. Ebben az időben az alkoholból folytatta bánatát, mivel élete párja nem értette meg az érzéseit. És mivel mindketten makacsok voltak, egyik sem engedett. Alkoholista lett. Soha egy ujjal nem nyúlt anyámhoz, se engem, se őt nem vert soha. De az alkohol tönkretette. Nem csak őt, a feleségét is. Rám nem volt hatással. Fiatal voltam, és nem értettem, mi ez az oka a sok veszekedésnek. Ekkor kerülhettem az iskola első osztályába is. Volt egy osztálytársam, akinek épp elváltak a szülei. Másnap otthon megkérdeztem anyát, hogy ugye ők soha nem fognak elválni. Ő csak annyit mondott, ez apától függ. Nem értettem a választ, örültem neki, hogy nem azt mondja, hogy de igen, elfogunk. Mert ő ekkor már tudta, hogy a közeljövőben ez be fog következni. Ez a legélesebb emlékem abból az időből. Emlékszem, hogy a hintán ülve felteszem a kérdést. Emlékszem, hogy anyám nem néz rám, és úgy válaszol. A hangja egy kicsit megremegett. A válás megtörtént. Nagyapám 50 kilométert költözött azért, hogy apámnak legyen hol laknia. Ekkora már annyira eldurult az alkoholba a folytott bánata, hogy már munkája sem volt. Alkalmi munkákat vállalt, bármit, ami jött. De soha többé nem lesz stabil élete. Az, hogy nem élet az életének, tönkretette. De főleg azt tette tönkre, hogy anyám nem értette ezt meg. És anyám azt sem értette meg, hogy minden ebből fakad. Ma sem érti. Egy sport miatt volt minden. Habár élesben többé nem focizhatott, velem sokszor játszott lent a pályán.
nagyon jókat szórakoztunk. Igazából életem legszebb évei voltak azok, miután elváltak. Érdekes, nem? Tönkre kellett menni egy embernek ahhoz, hogy én jól szórakozzak. Múltak az évek. Anyám megismert egy férfit, akihez oda is költöztünk. Hátrahagyva mindent, ahogy már korábban említettem. Nagyjából havonta jöttem hozzá, hogy találkozzak apámmal és nagyapámmal. Itt töltöttem a hétvégéket, de ezeken a hétvégéken nem találkoztam a barátokkal. Lezártam a múltat igazából itt. Aztán egyszer csak nem jött hívás apámtól. Pár hétre rá tudtuk meg, hogy kórházban van. Kaptam is tőle egy levelet, amiben sok mindenről írt, mesélgetett, és várta a választ. Pár napra rá össze is írtam nagyjából 6 oldalt, de ő ezt már soha nem kapta meg. Anyám története egyszerűbb téma. Ő a válás után közvetlenül kórházba került. Nem értettem, hogy mi történik. Csak azt láttam, hogy minden széthullik körülöttem. De nem voltam képes felfogni. A kis hülye gyerek világba menekültem. A számítógép előtt szórakoztattuk egymást a barátokkal, vagy éppen lent fociztunk a pályán. Pár hétig ebben az időben anyám nővérénél aludtam. De nem tudtam, hogy mi történik. Hol van anyám, hol van apám. Persze ekkor már nem voltam olyan kicsi, szóval otthon lehettem egész nap, és csak estére kellett átmennem. Sőt, talán azt is megértettem, hogy már nem szeretik egymást, ezért vannak külön. Aztán egyik nap elmentünk a kórházba és meglátogattuk. Rosszul nézett ki, de még mindig nem tudtam semmit. Csak hónapokkal a hazatérése után tudtam meg, hogy rossz indulatú daganat volt a bal mellében, és nagyjából egy hajszál választotta el a haláltól a műtőasztalon, miközben én otthon nevetgéltem. Jól tette, hogy nem mondta el. Korábban nem biztos, hogy felfogom. De mindeközben megtörtént a már korábban említett felvilágosodásom. Tényleg hatalmas fejlődésen mentem át, szellemileg. Fél év alatt A pontba eljutottam Z pontba. Szóval a kemoterápia miatt anyám haja kihullott. Ekkor már tisztában voltam mindennel. Megértettem mindent. Kivéve azt, hogy mennyire közel volt a halála. Ezt évekkel később egy karácsony alkalmával mesélték egymás között a családtagok. És akkor gondoltam el, hogy ha anyám meghal, mennyivel jobb életem lehetett volna. Tudom, ez nagyon durván hangzik, de anyám mindig a szívére hallgat, és sohasem az eszére. Nem tartott rövid pórázon, mert sajnált engem. Sajnálta a madarat kalitkában tartani. Ha ő nincs, és a nővére és a férje nevel fel, valószínűleg most egy sikeres ügyvédként ülnék valahol a luxusvillámban. Persze, az nem az az élet, amit szeretnék, amit szerettem volna. De a lényeg az, hogy sikeres, gondtalan élet. Nem hibáztatok senkit, még magamat sem. A kiszabott út sokszor kegyetlen. Aztán jött ugye az újabb tönkrement kapcsolata, miután 60 városába költöztünk. Szóval onnan albéletbe mentünk, 60 másik végébe. Aztán próbálkozott találni magának egy férfit, aki mellé odaállhat. Ennek köszönhetően majdnem Szegeden kötöttünk ki. Végül megállapodott a mostani élettársa mellett, és Vecsésre költöztünk. És most itt firkálom az élettel kapcsolatos tapasztalatokat, gondolatokat, tényeket. Hát nem vicces? Mennyi irányba mehetett volna tovább az élet, ha sok változó nem erre terel? Egy kis változás itt, egy kis változás ott, és lehet az ország másik végén kötök ki. De végül ide kerültem, és szeretném azt hinni, hogy ennek van valami oka. Kell lennie, mert ha nincs, akkor minden kilátástalan és random. Azt pedig az épeszű emberek nem nagyon szeretik.